Üdvözlöm, kedves Korponai úr! Kérem, értékelje a mai külgyűlést. A külgyűlés már nagyon-nagyon váratott magára, mert a tavalyi év őszétől kezdve ki kellett alakítani egy olyan új csapatot, amelyik tovább viszi a megyei szövetség dolgait. Ez a küldőgyűlés most végre megtörtént. Az eredmények ismertek, és nyilvánvaló, hogy ezeket el kell fogadni mindenkinek, aki a polgárőrség tagja. Mire hívná fel a figyelmét az elnökségi tagoknak és az elnök úrnak? Mivel az előző időszakban én elnök helyettes voltam, jól beleláttam a megyei szövetség életébe, munkájába. Egy nagyon fontos dolog, amit mindenképpen be kell tartani, a nyitottságot. Azt, hogy az egyesületek egyenlők az egyenlők között is. Mindegyikkel úgy kell bánni, hogy azok önkéntes munkacsoportok. És akkor mit üzen az elnöknek, elnök úrnak és az elnökségi tagoknak? Hát azt üzenem az elnök úrnak, hogy tulajdonképpen a vezetésével kapcsolatos dolgokat én tavalyi év szeptember 21-én elmondtam. Ha ezeket megszünteti, akkor tudja vezetni a megyei szövetséget. Korponai Lászlót hallottuk, nagyon szépen köszönöm, és további jó egészséget kívánok. És köszönöm szépen a lehetőséget. Viszontlátást!